A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Ady Endre Technikum és Kollégium ebben az évben közel 20 féle különböző szakmával várja az érdeklődő diákokat. A jövő tanévben, a 2004-2005-ös tanévben ezeket viszi tovább. Új szakma most nem fog megjelenni, hiszen már eddig is olyan széles volt a szakmakínálat, és a lehető legmodernebb szakmákat és technikákat igyekeztünk beemelni a képzésbe, hogy ez jelenleg megállja a helyét a 21. században. Ami nagyon fontos, hogy igyekszünk a munkaerőpiacnak az igényeit kiszolgálni. Folyamatosan egyeztetünk a kamarával, folyamatosan egyeztetünk a munkáltatókkal azzal kapcsolatban, hogy milyen munkaerőre van szükségük. Milyen képzettségű, milyen szintű, illetve milyen elvárásokat támasztanak a munkavállalóikkal szemben. Juhász Gábor hozzátette, ehhez alkalmazkodva hirdették meg a következő tanévre a képzéseiket, melyben az ide érkező nyolcadikosok technikumban vagy szakképzőiskolában tudják folytatni tanulmányaikat. A technikumban a jelentkezők tudnak választani 7 féle ágazatból, a szakképzőiskolában pedig 4 féle ágazatból tudnak választani, ez összességében 8 ágazatot jelent az iskolában. Mik is ezek az ágazatok? Gépészet, informatika és távközlés, elektronika és elektrotechnika, szépészet, honvédelem, rendészet és közszolgálat ágazatokból, specializált gép és járműgyártás ágazatból választanak a technikusok. A szakképzőiskolában elektronika és elektrotechnika, gépészet vagy specializált gép és járműgyártás, illetve építőipar ágazatból választhatnak az ide jelentkező tanulók.